Hé, maga! Ne olyan gyorsan. Így van, más. Várj, majd én. És aki bekker, azonnal, rendőrség! A te módszereddel már megpróbáltuk. Most próbáljuk az enyémmel. Ki az? A szoba pincér, uram. Hé, 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 nem tudok semmit, nem láttam semmit, de ha tudnák, akkor sem mondanák. Mondanék, és tudnék. A nák ugyanis többes szám harmadik személyi rabja és tárgyas ragozású alak. Jó, jó, tudnék. Tudnék. Segve is rúghatnék. Most jobb? Most boldog? Sokkal jobb. Halljuk, mit mondott Yorknak. Én azt a Yorkot, azt nem ismerem. Hol a vacsorán? Megettük, és az asztat is helytelen alak. Jól van, na. Nem ismerem azt a Yorkot. Maga nem ismeri ezt a Yorkot. De ez a gyufa azt mondja, hogy hazudik. Hazudik. Ja, ezt a Yorkot. Tegnap este itt akart magával találkozni. Miért? Mert itt lakom. Jó, de miért? Mert ez viszonylag nyugodt hely, és meg tudom fizetni a bérét. Beszéljen arról, hogy mit tud a mikrofilmről. Az kicsi celluloid szalag, és gyakran használják a James Bond filmekben. Rendben van, bevallom. Vállaltam, hogy tisztára mosom a pénzt egy eszelős volt katonatiszt számára. Egy nevet kérek. Miért? A szülei nem adtak magának? Kinek dolgozik Becker? Nem mondhatom meg! Már háromszor meg akartak gyilkolni! Jöjjön velünk és garantáljuk, hogy az élete biztonságban lesz. Az jó, de maguk még nem tudnak valamit. Ez nagyon komoly ügy, nagy szabású balhé, nagyobb, mint a Watergate, nagyobb, mint a Gellérthegy, szóval nem babra megy. És nem foghassák el, meg nem tartóztathassák le őket, mert befolyásosak és erősek is, és zsörösszikóan. Mi meg tudjuk védeni magát. La comédie est finie.